Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. A mai videó innen a nappaliból fog létrejönni, hogy sminkelni fogunk. A hálószobába szoktam egyébként, de ott olyan brutális körülmények vannak, már ami a fényeket illeti, hogy esélytelen, úgyhogy elengedtem, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Nálam egyébként november 8 van, ami azt jelenti, hogy hát egy jó, majdnem két hete nem videóztam. Ti ebből semmit nem vettetek észre, őszi szünet volt, előre gyártottam a videókat, és a mai videónak még az is a különlegessége, hogy szerintem most látjátok először az új hajamat, illetve készült egy vlog a hajammal kapcsolatban, hogy miért lett ilyen változtatás, meg hogy alakult a hajam az elmúlt 6 hónapban. Elvileg ezelőtt a videó előtt kiment, de ti azt még nem láttátok, szóval ilyen időutazás, úgyhogy ez az első olyan videó, amiben igazából nem csak egy részletet láttok, hanem egybe így engem, így a hajammal, és most megmostam, még egy picit vizes. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ebbe a mai videóban ehhez a hajhoz készítünk egy sminket. Ugye világosabb lett a hajam, most másképp szoktam már sminkelni. Én azt vettem észre, hogy mióta világosabb a hajam, valahogy jobban igénylem a sminkelést. Tehát a barna hajjal úgy reggel el voltam, de hogy ezt úgy érzem, hogy egy picit úgy valamit mindig raknom kell az arcomra. Most nem feltétlen szemhéjpúder, de hogy így egy reggel azért egy szemöldököt össze szoktam dobni, meg mondjuk hát spirált nem, szemöldököt meg korrektor, de ma látjátok, nem nincs rajtam semmi, úgyhogy szépen letisztítottam már az arcomat, szemöldököm ki van szedve, úgyhogy szerintem kezdjük is el, mert sok a duma, szerintem közben beszélgetünk egy picit, mostanában úgyse volt ilyen beszélgetős videóm, és akkor egy-két dolgot így lehet, hogy el is mesélek nektek. Nem szeretném túlságosan elhúzni ezt a videót, korrektorral kezdünk, szóval a korrektorunk az a Miss Sporty korrektorral lesz, és hát ebből elég sokat felszoktam vinni mostanában. Tudjátok, én nem nagyon használok alapozót, de a korrektorból nem sajnálom sose a dolgokat, úgyhogy ma egy olyan sminket gondoltam nektek, amit így mostanában szoktam elkészíteni. Szóval ez egy ilyen nappali smink lesz, egy nagyon egyszerű smink, szépen bele dolgozom előbb a korrektort, aztán mondom tovább. Nekünk nagyon jó kis őszi szünetünk volt, azt leszámítva, hogy úgy indult, hogy hát egy ilyen kisebb fajta vírus így mindenkin átment, kivétel rajtam. Kivétel erősíti a szabályt. Vivikével kezdődött, utána Marcival, nála nagyon enyhe lefolyású volt, aztán páromat azért lehúzta ez rendesen, ez a kis hasmenéses vírus. Engem elkerült, nem tudom, hogy miért, de nagyon örülök neki, mert az ilyen vírusoktól kifejezetten rosszul vagyok. Igazából az őszi szünetet itthon töltöttük 4-esben, nem voltunk sehol, emiatt ugye, de Szilvi mamáiknál se sehol, úgyhogy szerettem volna, hogyha a gyerekek ott alszanak egy napot, mert ugye még júliusban voltak egy napot ott, de nem jött össze, hát ez van. Na majd téli szünetben az úgyis nagyon hosszú lesz. És hát beindultak itt nálunk az ilyen iskola utáni foglalkozások, hogy így mondjam. Hacinak még nem. Ugye ő most nem akart menni semmire, majd tavasztól megy visszaúszni. Vivike viszont jár aerobikra, jár úszásra, és jár angolra. Angolra tavaly is járt, aerobik jött idén újonnan. Tavaly ugye lehetett választani a mazsorettet, meg a zumbát, és a zumba megszűnt. A mazsorettet pedig már ugye, akik tavaly elkezdték, hát azok már fellépnek minden, szóval igazából már nem lett volna értelme erre az évre csatlakozni, és nem is akart. Az aerobikot nagyon szereti, az heti fél óra, az úszás az ugye ilyen. Nem is tudom, milyen programba valósult, meg ugye országosan több ilyen óvodás gyereket, iskolás gyereket visznek úszni, ami ingyenes, hozzák, viszik őket iskola, óvoda időbe, úgyhogy azt nagyon szereti. Az angol az ugye, az nem ingyenes, sőt, baromi sokba kerül, de mivel nagyon szeret járni, úgy voltunk vele, hogy menjen továbbra is. Na ennyit a korrektorról, viszont lehet, hogy ide is rakok, én nem tudom, teli vagyok most pattanásokkal, hát most ilyen napjaim voltak, vagyis hát ilyen kis mit eszerek. És akkor ez van most, illetve most ilyen óvis ünnepség van a héten, óvodai ünnepség. Catrice púderjét fogom használni, így lefixálom egy kicsit ezt a korrektort. Ami azt jelenti, hogy hétfőn volt fellépés, a gyerekeknek ma koncert, pénteken nyílt nap, amikor a szülő bemehet, és én nagyon-nagyon örülök ennek, mert ugye a Covid alatt meg semmilyen lehetőség nem volt, igazából egy anyák napja volt, mikor így ben voltunk az obiba, de hogy így most lesz egy ilyen játszó délelőtt, 9-től 11-ig, és hát természetesen ott a helyem, úgyhogy nagyon várom. És hát ennyi, aztán jönnek az ünnepségek, Mikulás, karácsony, úgyhogy rengeteg ünnepség lesz, meg hát rengeteg ilyen fellépés, ugye már nagy csoportba,
inkább a nagy csoportosokat szerepeltetik, mint a kicsiket vagy a középsősöket, és Vivike nagyon élvezi, szeret színpadon lenni, szeret mondókázni, énekelni. Na, megfésülöm így a kis szemöldökömet, ami van belőle. Én megmondom őszintén, én már így is elégedett lennék magammal, így kéne kimenni az utcára, mert tetszik, amit látok, szerintem ez ilyen láthatatlan ez a korrektor, legalábbis nem látszik meg így. Megmondom őszintén, mostanában kevesebb, néha több elven vagyok, és akkor van nekem itt több szemformázom, szemöldökformázom, de hát én mindig ehhez nyúlok, a Rimmel Brody Sway szemöldökformázója, mert számomra ez a tökéletes, és évek óta hiába veszek más dolgokat, mindig ennél kötök ki. Ezzel áthúzzuk a sötéttel, és aztán elmegyünk a porral, a világossal. Úgyhogy igen, beköszöntött itt az ősz, képzeljétek, még a temetőbe se tudtunk elmenni, ugye volt ez a hasmenéses dolog, meg utána jött a rossz idő, úgyhogy tavaly is ugyanígy jártunk, hogy utána meg covidosak lettünk, hát remélem idén nem leszünk covidosak, és hát várom a hétvégét, mert a névnapom lesz, na nem, minthogyha itt bármilyen ünnepség lenne, de egyébként szoktuk tartani a Szilvia napot, ugye duplázni szoktunk anyuékkal, nem tudom, hogy idén lesz, szerintem nem lesz most megtartva, de majd meglátjuk. Nagyon-nagyon szeretem ezt a szemöldök formázót, és hát ugye nem tudom, hogy emlékeztek-e még arra, hogy én ígértem nektek, hogyha elérjük a 25 000 feliratkozót, akkor nyereményjáték lesz, tehát ezt még mindig tartom. Amint meg lesz a 25 000 feliratkozó, akkor fogok készülni egy kis videóval nektek, amiben elmondom, hogy mit lehet nyerni, és hogy lehet nyerni, ez teljesen az én ötletem, tehát én arra gondoltam, nem tudom, hogy emlékeztek erre, hogy 5000-nél is volt ilyen kis nyereményjáték, és már ki is találtam, hogy mik lennének az ajándékok. Olyan dolgok, amiket sokat láttatok a videókban, és én nagyon-nagyon szeretek. Például lesz majd ilyen penis fülbe való, amit mindig sokan kérdeztétek, hogy hol vettem, és karácsony táján szoktam felvenni egy ilyen karika, és egy ilyen gyöngy van benne, a penis fülbe való, és akkor arra gondoltam, hogy hát például ilyeneket raknék azokba a kis csomagokba, 5 csomag lesz majd, 5 nyertes lesz, lehet nyerni benne penis fülbevalót, meg tudjátok, ilyen idézőjelesen ilyen szilús, vagyis hát olyan dolgokat, amiket én nagyon-nagyon szeretek, és sokszor említem őket a videókban, de ezek nem ilyen szponzori dolgok, ezek csak az én kedvenceim, hogy így mondjam. Szerintem ez így jó is lesz. Januárban lesz 2 éve, hogy kitetováltattam a szemöldökömet, és vissza kéne menni, de megmondom őszintén, akkor olyan szerencsém volt, hogy visszamondták az időpontot, akkor 2 éve, és féláron is volt, tehát 20 000-ért kitetováltatta. Most, ahogy néztem az árakat, egy ilyen szemöldök tetoválás is 50-60 ezer forint, úgyhogy nem fogok most menni, el vagyok itt ezzel a színezéssel, majd visszamegyek, hogyha tényleg úgy nagyon fontos lesz. Most nem érzem ennek hiányát, viszont helyette másra fogom költeni ezt a pénzt, ami számomra sokkal fontosabb és el lett hanyagolva. Nem lesz szemöldök tetoválás, viszont helyette lesz más dolog. Ugyanis én annak idején, amikor Marcival terhes voltam, és Marci megszületett, akkor ugye én akartam egy olyan fogamzásgátlós dolgot, ami biztosan megvéd egy nem kívánt terhesség ellen, és ugye én nekem volt annak idején fent spirál, és az az igazság, hogy most itt nem akarok nevesíteni senkit, felrakta egy jó nevű debreceni orvos, de 3 év után elmozdult a helyéről, és nagyon-nagyon sokat fogytam akkor. Hasfájásom volt, meg pirosítót rakok, meg ilyenek. Én nem tudtam akkor, hogy elmozdult, hanem már nem tudom hány helyre elmentünk, urológia, ultrahang, mindenhova, még nem akkor a háziorvos mondta, hogy akkor menjek el a nőgyógyászhoz, lehet, hogy van valami betegség. Mondom, hát nincs nekem sem, menjek el. És azt mondja, hát Szilvi, ez ki van mozdulva. Tehát konkrétan a spirál az így nem ott volt, ahol kellett volna, ez okozta sok hányást meg hasmenést, úgyhogy akkor le kellett szedetni. Utána nem is került fel már vissza, hiszen szerettünk volna még egy kisbabát, és ugye megszületett Vivike, viszont azóta eltelt 5 év, és megmondom őszintén, hogy akkor 2 éve, amikor elmentem a nőgyógyászhoz, egy nőgyógyászt váltottam közben természetesen, na és akkor ugye mondta a doki, hogy előtte kell csinálni egy, mi az? Rákszűrést, igen. És ugye akkor beszéltem nektek erről, hogy rossz lett az eredmény. Több rossz eredmény, után lett jó eredmény most áprilisban, és igazából akkor annyi
megmondom őszintén, nagyon sok pénz volt ez a többszöri rákszűrés, meg mindig orvoshoz járkálás, úgyhogy így egy kicsit elengedtem nyáron ezt az egészet, de most megint ott tartok, hogy igenis vissza kell menni, és pontot kell tenni ennek a végére, hiszen ha megint húzom áprilisig, újabb rákszűrés lesz, és majd csak utána lehet lépni ebbe az ügybe, viszont akkor most úgy döntöttem, hogy decemberben visszamegyek hozzá, és akkor felrakjuk újra a spirált. Én tudom, hogy vannak most ezek a nagyon modern spirálok, és valakinek az jön be. Én maradok a hagyományosnál, és tudom, ez sem véd meg 100%-osan a nem kívánt terhesség ellen, de én ezt meg fogom lépni most. Hú, ez lehet, hogy nagyon személyes téma volt, de szerintem ez inkább ilyen csajos téma, mert ugye felelősséggel tartozunk magunkért, meg mindenkiért, ugye? Tehát szokták mondani, hogy két dolog van, amiért egy nő mindent megtesz, az egyik, hogy terhes legyen, a másik, hogy ne. Hát én már teljesen az utolsó kategóriába tartozom, szóval itt 40 közelében én itt már semmilyen gyereket nem szeretnék. Szerintem ez teljesen érthető. Nem zsákba macskázunk itt. Na, hát közben egy kis pirosítót raktam fel, illetve egy kis bronzert, és akkor valami szép szemhéjpúdert fogunk választani, de nem fogunk, mert ugye mondtam nektek, hogy ez egy alapsmink lesz, tehát én mindig ezt a szemhéjpúdert használom már nagyon régóta, ez egy Vivien Szabó paletta, igen, ahogy hallottam. Már nincsen Vivien Szabó? Vagy valami ilyesmi. Mindegy, nekem ezt Ildikó Beauty küldte, és én ezt nagyon-nagyon szeretem, ezt a szint. Ezt az egy szint szoktam ebből szinte használni, mert ez ilyen nagyon naturális, meg nagyon egyszerű, de mégis van ott valami. Úgyhogy ezt rakom ide, és nagyjából már majdnem kész is vagyunk ezzel a sminkkel. Szóval a kevesebb, néha több, és akkor jön egy kis szempillaspirál, ami ez esetben most azt nézem, hogy melyik az új, ez a Lash Princess Essence-től, nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy ebből is csak egy ilyen kis cicafarknyit odahúzunk, így, oké, és hát úgy nagyjából ennyi, hogy mégis látszódjon valami, de nem akarok túlzásba esni. De hát mindig azt szoktam, egy kis túlzás, és akkor látjátok, hogy igazából eddig csak korrektor volt, szemöldök, szemhéjpúder, púder és spirál, tehát, ja, meg pirosító, meg bronzer, de nagyon-nagyon minimálisan. Én így szeretem. Nagyon-nagyon ritka, hogyha alapozót használok. Szerintem egy évben, ha egyszer vagy kétszer, engem feszély ez az alapozó, meg én megmondom őszintén, Én szeretem, imádom a szeplőimet, imádom az anyajegyeimet, én szeretem látni ezeket a kis foltokat az orromon, nem tudom, de ha egyszer így felrakok egy alapozót, ami nagyon ritka, akkor olyan nem érzem magam a természetesnek, úgyhogy ilyen a szempilla. Van nekem egy ilyen kis szájpuhító szőlőzsírszerű, a farmasító már nincs benne, úgyhogy úgy szoktam, hogy egy kis kupakkal így kikaparak, és akkor még ami van benne, azt így rárakom a számra, hogy felpújtja. Ezt nagyon-nagyon szerettem, ezt a terméket. Hát már ilyen se lesz többet, ugye már kivonultak Magyarországról. Tudjátok, mit felejtettem el? A tust. Hát igen, mert hogy én vettem egy tust. Hol van? Ezt vettem. Ezt a Miss Sporty Flick to Last 24 órán át tartó tussát, és ez úgy néz ki, mint egy filctól, úgyhogy hát igazából megpróbálok még oda firkantani egy kis cicafarkat. Így, hát akkor csak itt lesz a végén. Nem tudom, hogy látjátok-e. A másik oldalt úgyse akartunk ilyen túlzós sminket. Jó. Tehát ez tényleg egy ilyen beszéd nélkül ez a smink egy 10 perc alatt gyorsan összedobható reggel. Úgyhogy igazából semmi extra. De mégis azért ad egy olyan kis ápoltságot, hogy ki vagyunk sminkelve. Még egy pici barnát most úgy gondoltam, hogy akkor felviszek. Hát igen, hamarabb kellett volna. Most ebből a színből fogok. Hát ami nem barna, egy kicsit olyan lilás. Csak ide, éppen ide egy picikét, hogy egy kis kontraszt legyen már. Látjátok, nem sokat. Jó. Hát igen, most ráhullik a spirálra. Na hát ez van. Mostanában nagyon-nagyon élem a napjaimat, nagyon szuper napjaim vannak. Úgy érzem, hogy volt egy ilyen büntetés a YouTube-on, és az úgy kellett nekem. Tudjátok, mint nem is tudom, mint egy nevelő célzatú dolog, mint egy pofon. Az ugye kicsit felnyitotta a szememet, hogy mi az, amit érdemes csinálni a videókba, és mi az, amit nem. Úgyhogy igazából jó kis tanuló pénz volt nekem. És akkor jöhet egy picike kis, hát nem rúzs, hanem egy ilyen szájceruza, imádom. Nem is tudom, hogy milyen, mert annyira ki van már hegyezve, azt tudom, hogy vegán, de szerintem ez Essence-es, vagy Miss Sport is. Hosszantartó szájceruza. És én ezzel az egész számot kiszaktam. Na, nem beszélek.
Na, felkerült a szájcserozó, úgyhogy szerintem el is készült ez a smink. Én nem gondolom, hogy ez túlzó lenne, sőt, nagyon egyszerű, de mégis ez a szájceruza ezt feldobja. Azt nem mondom, hogy tartós, mert abszolút nem fog tartani. Viszont picit ferdén festettem ki, itt vastagabb lett, itt meg vétnyabb, ami azt eredményezi, hogy félre hord a szám, de mindjárt kiigazítom. Így, né. És akkor a hajunkkal mindjárt kezdünk valamit, fel lehet gumizni. A közben elmentem egy fésűért, és akkor meg is fésülködök. Opa! Bevertem a könyökön, váratlan vendég, idős, de ha megfogom, akkor fiatal. Ilyen babonás vagyok én. Úgyhogy hát el is készült ez a sminkecske. Mindjárt megmutatom nektek közelebbről. Szerintem ehhez a hajhoz jól passzol. Tudom, hogy csináljam, kössem hátra, vagy mi legyen. Szóval nem kötjük fel, hanem így lent hagyjuk. Látjátok, azért itt világosabb, itt sötétebb, de már most nem akarok több festéket rárakni, ugye kétszer lett befestve egy hét alatt, úgyhogy igazából egy kis pihentetésre van szüksége a hajamnak, de jó lesz ez, meg lehet, hogy nem is muszáj nekem annyira világosítanom, mert ez egy ilyen világos, barna, sötét szőke árnyalat, talán nem vagyok fodrász, nem tudom ezeket az árnyalatokat, de talán ez még belefér, tehát nem olyan világosnak tűnik, viszont mindjárt meg közelebbről. Na hát időközben elhúztam a függönyt, szóval lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni ezt a videót, hogy jöjjön be elég fény, ugye? De nem sötételő függöny volt, hanem ez a sima fehér. Na mindegy, hát ilyen lett ez a smink, megmutatom nektek közelebbről. Szerintem jó lett amúgy, nekem tetszik, de ami legjobban tetszik, hogy itt vannak a szeplők, és nincs eltakarva, tehát tök természetes. Hajammal sincs most semmi gond, ugye növesztjük. Növeztem, láthattátok a videóban is, hogy sokat nőtt, hát sokat világosodott, most ilyen a színe. A smink szerintem nagyon egyszerű, nagyon könnyen elkészíthető, tök átlagos termékeket, sőt inkább ilyen alsó kategóriás termékeket használtam, mert essence volt, mert mi sporty volt, teljesen jó sminket lehet készíteni ezekkel a termékekkel. Az, hogy mennyire tartós, hát az attól is függ, hogy mennyire van igénybe véve az arcotok egész nap, de nekem arra a pár órára, amire szükségem van, tökéletes, ez nem fog tartani. Tehát ez eszek, és ez már le is jön, de a videó kedvéért felkentem, mert így szoktam menni frissibe, kifesteni a számot, hogyha indulok valahova. Úgyhogy ennyi lett volna mára ez a videó, remélem tetszett nektek, és hogyha igen, akkor dobtok egy lájkot, és ha nem tettétek még, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és ha van kedvetek, írjátok meg kommentbe, hogy milyen videót szeretnétek még a csatornán látni, akár smink ötlet is lehet, akár nem sminkkel kapcsolatos videó, úgyhogy legyen szép napotok, találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!